Kései Ajnával beszélgetek. Ajna, hány éves vagy? 12 vagyok. És mikor végezted el a gyerek agykontroll tanfolyamot? 2008-ban Kovács Erikánál, és 2011-ben Varga Diánál. A tanfolyam után melyik technikát alkalmaztad, vagy mi volt az, ami tetszett, mit használtál a technikában? A három új technikát, és a képzeletbeli képernyőt. Azért gondoltam, hogy készítek veled beszélgetést, mert nagyon tehetséges vagy úszásban. Mondhatjuk azt, hogy élsportoló vagy? Igen. Hogy telik egy 12 éves élsportolónak a mindennapja, ha erről egy kicsit beszélnél nekünk? Hát, reggel felkelek, hajnalba lemegyek edzésre, ami 5:30-8 tart. Rögtön megyek iskolába, aztán 2-től 4 edzés, vagyis hát úszás, és 4-től 5 pedig torna. És azért végezted el a gyerek agykontrollt, hogy segítsen neked az agykontroll az úszásban, vagy ez teljesen független volt még ettől? Független volt még, mert hát még csak 5 évesen kicsi voltál még, igen, amikor még először volt, elvégezted. Igen. Mikor derült ki, hogy te tehetségesebb úszó vagy az átlagnál? Nyáron a gyermekbajnokságom volt az, hogy 100 méter hátúszásból megdöntötte Megerszegi Krisztina csúcsát. És ez volt mikor, tavaly? Igen. Ajna. Akkor igen. Voltál hány éves? Akkor 11 voltam. Éves voltál. Igen. Tudatosan készültél erre, vagy ez, de téged is meglepett ez az eredmény? Hát nagyon meglepett, mert nagyon sok másodperccel voltam el a csúcstól, és még az elődöntőbe 1 másodperccel maradtam le csak Egerszegi Krisztina csúcsától, és délután döntöttem meg. Hát nagyon ügyes vagy. Meg tudod mondani percre, nem század másodpercre pontosan, de hogy milyen időt úsztál, és hogy Egerszegi Krisztinának mi volt az ideje? Hát Egerszegi Krisztinának 1:08.64 volt, és én meg 1:08.04 úsztam. Hát ez szuper. És én úgy hallottam, hogy olyan szerencséd volt, hogy ezen a versenyen volt ott. Tehát ő ezt látta is? Igen, látta. Meg most ezen a nyáron is ott volt, amin szintén megúszta Egerszegi Krisztina 200 méter hátúszását és 100 méter hátúszását. Aha, tehát hogyha téged őt meglátta az úszodába, akkor tudja, hogy egy csúcsa meg fog dőlni. Hát, remélem. Tehát ez nagyon nagy eredmény, Ajna. És tavaly, amikor sikerült ezt az eredményt megúszni, akkor ugye ott volt, és jól tudom, hogy gratulált neked el. Igen, gratulált nekem, meg sok szerencsét kívánt a továbbiakban. Ajna, nyilván nagyon komoly fizikai edzéseid vannak, ugye? Igen. Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen kiemelkedő sikert érjen el? Nyilván kell a fizikai edzés, és szerinted kell-e valami plusz ahhoz, hogy kiemelkedő legyen valaki, vagy egyszerűen elég a fizikai edzéseket csinálni? Hát mentálisan is nagyon jól kell gondolkodni, meg hát még a kitartás, meg a szorgalom is az. Van úgy, hogy elfáradsz, és úgy érzed, hogy nem vagy annyira szorgalmas? Igen. Azért neked is van holdpontod. Igen, nagyon sokszor. Az agykontrollt, említetted a képzeletbeli képernyőt, a három új technikát, mint számodra kedves technikák. Használod-e az úszás során, vagy a versenyekre való készüléskor? Igen, használom. Versenyek előtt minden este, és versenyen is, amikor megyek a beállításra, akkor úgy elképzelem, hogy mit fogok úszni a vízbe. Aha, és akkor három új technikázol, egy kis kulisszatitkot árulj el nekünk. Igen. Tehát amikor mész a beállításra, ez a rajtkőt jelenti? Hát nem, amikor beállítanak, hogy hanyas pályán fogsz úszni, meg hogy hanyas futamba. Akkor te vizualizálsz előtte, vagy három új technikával is ellazulsz, programozol? Hát mind a kettő. Programozol, meg három új technika. Igen, mind a kettő.
Mennyit gyakorolsz rá? Elég előző este elképzelni ezt, vagy te mondjuk hetekig, napokig készülsz? Hogy kell ezt elképzelni? Mármint, hogy a mentális készülésre gondolok. Amikor országos bajnokság van, akkor hónapokkal ezelőtt már elkezdem, meg hát amikor meg csak egy sima verseny van, akkor meg 3 nappal azelőtt elkezdem. Volt-e olyan élményed, hogy vizualizáltál valamit, és az mondjuk nem jött össze, és kiderült a végén, hogy mi volt ennek az oka? Tehát volt-e olyan kudarc élményed, amiben mondjuk tanultál? Igen, volt, amikor váltót úsztunk, és a többieket nem képzeltem vele, csak magamat, de ebbe tanultam. Igen, ugye a váltó csapatban mindenkit kellene elképzelni. Na, hát ez szuper, ugye a hibákból tanulunk, úgyhogy ez nagyon jó. Ajna, nyilván vannak céljaid, én azt gondolom, hogy te egy tudatos sportoló vagy. Ami ránk tartozik, és ami publikus, mi az, amit megosztasz velünk, milyen céljaid vannak, akár erre az évre nézően, vagy akár jövővel kapcsolatosan? Hát a legnagyobb az a Riói olimpia, meg van még a juniori világbajnokság, arra szeretnék, és az most kerültem be a juniori világbajnokság ilyen válogatottba, és te most vagy a legfiatalabb. Hát, igen. Igen. Hát ilyen 15 embert választottak ki a mi csapatba, mi a kőbányából, és most arra készítenek meg, ilyen ünnepségekre megyünk. Mit tanácsolsz azoknak az élsportoló gyerekeknek, akiknek hasonló céljaik vannak, mint neked? Hát, az agykontrollt, a kitartást, a szorgalmat. Ennyi. Igen. A képzeletbeli képernyőn hogy szoktad elképzelni a célodat? Úgy, hogy oda szoktam állni a rajtkőhöz, és elképzelem, hogy odaállok a rajtkőhöz, hallom, ahogy belefújnak a sípba, felállok a rajtkőre, és akkor elkészülök, megfújják a dudát, és akkor beugrok a vízbe. Érzem azt, hogy hideg a víz, és hogy nedves minden. Elkezdek úszni, és akkor az első 50-ben érzem, hogy még könnyedén úszok, meg hogy még csak úgy suhanok a vízen, aztán megfordulok, akkor amikor 100 hátat úszok, akkor kinézek a vízből, és látom az időkijelzőn a időt, kicsit kinézek, elkezdek tovább úszni, már kicsit érzem, hogy már fáradok, már fáj, de leküzdöm, megyek tovább, az utolsó 10 méter van hátra, hajrázok, beérek, kinézek, ránézek az időkijelzőre, és látom, hogy megúszom mondjuk Egerszegi Krisztina csúcsát, örülök, de érzem, hogy közben fáradt vagyok, meg kiúsztam magam, és boldogan kijövök a vízből. Tehát ennyire részletesen több érzékszervedet belevonnod a programozásba, tehát minél jobban próbálod átélni, hogy ez sikerül. Aha. Úszásban vagy sportoló vagy úszó közül van-e példaképed? Van, igen. Egerszegi Krisztina a legnagyobb példaképem, igen. Meg szoktad nézni a nagyobbakat, amikor verseny van, hogy ők hogy úsznak? Hát a tévébe szoktam nézni, meg néha, amikor a az uszodába úszik mondjuk a Cselaci, így néha rá szoktam nézni. Szoktál tőlük kérdezni esetleg tanácsot? Hát, nem. Az edzőmtől kapok tanácsot. Tényleg, említsük meg, hogy ki a te edződ. Tóth Ramon az én edzőm, nagyon kedves. És mióta az edződ? Kezdetektől? Nem. 2 éve az én edzőm, igen.
És jól össze tudtok dolgozni. Igen. Szuper, ez fontos. Ajna, azért ne felejtsük el, hogy egy 12 éves hölgyel beszélgetek, tehát azért él sportoló vagy, de jársz iskolába is, ugye? Azért igen, arra járok. Is süt idő. Használod-e ott az agykontrollos technikákat a suliban? Igen, használom. Tehát mikor új tananyagot tanulunk, akkor végig próbálom, hogy a három új technika meglegyen, és így könnyebben megtanulom a leckét, és otthon még egyszer átnézem, és tök hamar megtanulom, vagy verseknél is, mikor mondjuk nagyon nehéz egy vers, akkor három új technika, vagy felszoktam magamnak mondani a telefonomra, és akkor lemegyek alfába, három új technika, és visszamondja a telefonom, és úgy könnyebben megtanulom. Szuper! Tehát akkor a tanfolyamon, amit tanultunk erre, igen. Ezek szerint emlékszel és alkalmazod. Igen. Hogy képzeled el az életedet felnőttként? Gondolkodtál-e már ezen? Hát csak addig gondoltam, hogy Rio olimpiát megnyerem, utána még úszok talán, nem tehát mindenképpen tudom. Az úszás az a része lesz az életednek. Igen. Úgy gondolod. Igen, de aztán meg... Nem tudom, hogy lesz tovább. Céltáblád, célfüzeted van, vagy leszoktad írni a vágyaidat egy papírra, vagy hogy kell ezt elképzelni, hát, mert én tudom, hogy tudatos vagy nagyon. A céltáblára szoktam kiírni azt, hogy mit akarok majd úszni a következő versenyem, és hogyha megúsztam, akkor meg elrakom és megőrzöm. Anyával szoktunk ilyen kis papírokba, vagy ilyen kis dossziéba berakni. Igen. Emlékként igen. Megmarad. Aha. Meg hát én szoktam magamnak elrakni. Uh-huh. Ajna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. És remélem, hogy sok-sok sikered lesz, még ehhez kívánok kitartást, ugyanúgy szorgalmat és ugyanilyen tudatosságot, mint ahogy elmesélted, hogy hogyan készülsz a versenyekre, és remélem, hogy a riói közvetítésen fogjuk hallani a nevedet. Azt kívánom, hogy olyan sikereid legyenek, amit elképzeltél. Köszönöm. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something.